1968 óta működik pilótaképzés Nyíregyházán, amely mind elméleti, mind pedig gyakorlati ismeretekkel felvértezi a jövő pilótáit, mondta el Homakata a Nyíregyházi Egyetem nyílt napján. Az utóbbi évek tapasztalat alapján nagyon fontos ezeken részt venni, hiszen olyan kérdések is felmerülnek, amik nem feltétlenül jutnak mindenki eszébe, illetve ugye közvetlenül velünk találkozhatnak, ráadásul kipróbálhatják a szimulátorokat, illetve ugye lesz majd reptérlátogatás is, az itteni tanárokkal is találkozhatnak, tehát követelményekről is szó esik, tehát nagyon sok fontos információ elhangzik ezeken a nyílt napokon. Hozzátette, tapasztalata szerint a Magyarországról induló járatok közül több légi társaságnál is gyakran olyan pilóták vezetik a gépeket, akik Nyíregyházán végeztek. Egyre inkább előfordul az, hogy női pilóták vannak. Számomra egyébként egyértelmű volt, hogy Nyíregyházát szeretnék választani, hiszen már több mint 55 éve van ez a képzés itt. Úgyhogy amikor én eldöntöttem, hogy pilóta szeretnék lenni, akkor számomra ez egyértelmű volt, hogy ide fogok jönni. De nem csak a pilóta képzés tette országosan ismertté Nyíregyházát, a népzeneoktatásban és számos más szakon is kiemelkedő sikereket értek el az oktatók, valamint a hallgatók. Jelenleg az egyetemen 12 intézetben több mint 160 oktató tanít, és több mint 4000 hallgatónak van jogviszonya. Szabó György rektor szerint a jövő munkaerő piacán továbbra is előnyt jelent majd a diploma. Ma már realitásként jelenthetjük ki, hogy aki egy felsőfokú diplomával rendelkezik, töredéke veszélye van, akár a ChatGPT, a mesterséges intelligencia ki fogja őt pöccölni a munkaerőpiacról, nem ő a veszélyeztetett, és az a bértöblet, amit a diplomás állások kínálnak, nagyon rövid időn belül megtérül. Tehát gazdaságilag is jó befektetés egy felsőoktatási intézmény irányába elmozdulni, csak a viszolygásunkból egy kicsit vissza kell venni, és tudomásul venni, hogy el kell sajátítani a professzionális szakma műveléséhez szükséges természettudományos társadalmi gazdasági alapismereteket, és erre építve tudok én hasznos polgárral lenni a társadalomnak. A rektor hozzátette, a nyílt nap programjai mellett a hét többi napján is számos programmal várják az egyes tudományos részterületek iránt érdeklődőket.